Köszöntöm nézőinket, önök a Hajrá Sopran című műsorunkat látják. Mai adásunkban összefoglalót láthatnak a Bartokos Alfréd emléktúráról, majd stúdió vendégeimmel asztali tenisz eredményekről beszélgetek. Adásunk végén pedig az SKC legutóbbi mérkőzését láthatják. Tartsanak velünk! A hagyományos Bartokos Alfréd emléktúrát tartották a hétvégén a Soproni Városi Szabadidősportszövetség természetjáró szakbizottság. Egykori elnöke 4 éve hunyt el, azóta minden évben egy túrával emlékeznek meg a soproni turista élet kiemelkedő alakjára. A résztvevők 12 kilométer távot tettek meg. Érkeznek a túrázók a Bartokos Alfréd emléktúrára. Az időjárás is kedvezett a hétvégi természetjáróknak, akik a tolvajárkon keresztül a Fehér Dániel forráson át egészen hosszú bánfalváig összesen 12 kilométert tettek meg. A mai napon Bartokos emléktúrát szerveztünk a Frédi halálának évfordulója alkalmából. 4 éve hunyt el a szövetségünk elnöke, és ezért minden évben szervezzük ezt a túrát az ő emlékére. A család, ahol említett, egy emlékkövet állított, ezen a helyen minden évben a túránk mindig ezen a helyen halad el, és ilyenkor ezen a helyen megemlékezünk a Frédi barátunkról. Bartokos Alfréd életének egy fontos helyszínén, a tolvajárokban avatták fel azt a követ, amely emléket állít a 2020 tavaszán elhunyt természetjárónak. Az emlékhelyhez érkezve a résztvevők Majsa Imréné túravezető szavait hallgatták meg, majd mécsesekkel emlékeztek a soproni túra élet kiemelkedő alakjára. Fiatalon tájfutóként kezdte a soproni és az ország erdeiben, hegyeiben. A tájfutás abba hagyásával a gyalogos túrázás szerelmese lett. Először a BM Sport Egyesületében megszervezte a túraszakosztályt. Sok autóbuszos és gyalogos kirándulást szervezett. Az idők folyamán, ahogy a körülmények változtak, az Egyesület megszűnésekor a 90-es években csatlakozott a Lővér Természetjáró Egyesülethez, és ott folytatta a túraszervezési feladatokat. Az MTS részéről több elismerést kapott. Véleményét, szakmai tudását mindig figyelembe vették. Túravezető vizsgabiztosként is ténykedett. A Soproni hegység turista útjai jelzések, jelzésrendszerek szívügye volt. A természetjáró 2006-tól 2016-ig a Városi Szabadidősport Szövetség természetjáró szakbizottság elnökeként sokat tett a Sopron környéki erdők turista jelzéseinek folyamatos karbantartásáért, és irányította az azokkal kapcsolatos munkálatokat. Több tanfolyamot is szervezett és tartotta a jövő túra vezetői és jelzősfestői részére. Remek soproni asztali tenisz eredményekről tudunk beszámolni, ugyanis az országos diák olimpia döntőjében aranyérmet szerzett a turiszesen játékos a Gilic Bálint, illetve Győrben a Reménységek kupáján nemzetközi tornán is brillírozott. De nem csak ő ért el kimagasló eredményeket, Böhm Gábor edzővel és Gilic Bálinttal beszélgetek a turiszesen soproni asztali tenisz szakosztályból, akiket nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Sziasztok! Sziasztok! És köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és az meg külön örömteli, hogy milyen szép eredmények születtek az elmúlt hétvégeken. Itt van az egyik fő reménység és fő tehetség, ugye Bálint személyében, és hát itt van az edző, aki szintén oroszlán részt vállalt ezekből a sikerekből. Foglaljuk össze, hogy mi történt az elmúlt hetekben. Hát igazából kettő nagyon-nagyon jól sikerült versenyt tudhatunk magunk mögött. Kezdődött Kiskunfélegyházán az országos diákolimpia döntőjével, ahova Bálint kvalifikálta magát a városi, illetve a megyei döntő megnyerése után, és az országosan is végig magabiztos játékkal végigmenetelt az egész versenyen, és megszerezte az első helyet. Illetve most hétvégén volt egy nemzetközi verseny Győrben, a Reménységek kupája, ahol Bálint az U11-es korosztályban első helyet ért el, az U12-ben pedig harmadik helyet, illetve Péntek Kincső is szintén egyesületünknek a nagy reménysége. U12-ben első helyen végzett, még U13-ban és U15-ben harmadik helyet ért el, és ezekkel az eredményekkel megnyertük az összesített pontszámítást is ezen a versenyen. Fantasztikus, gratulálok ehhez. És hát Bálinthoz fordulok, hogy
Milyen élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtál? Először gondolok itt a Diák Olimpia országos döntőjére és ott az aranyéremre. Milyen volt a verseny? Mennyire volt nehéz a mezőny? Hát ugye régóta ismerem a többi játékost is. Hát nem volt olyan, az egyik játékos, aki nem szokott olyan jól játszani, ő most rendkívül jól játszott. De ő sikerült egyőzni végül is. Igen, végül sikerült. Az egyik nagy betétársad. És a győri nemzetközi kupa az milyen volt számodra? Számomra nagyon jó volt, jó társaság is volt ott. A németek is jó fejek voltak. És ott is sikerült jó eredményt hoznom. Hogyha már említetted például a németeket, azért emeljük ki, hogy itt Győrben több ország, ha jól tudom, 6 ország versenyzői részvételével zajlott ez a torna. Tehát egy nagyszabású asztali tenisz bajnokságról vagy tornáról beszéltünk, ugye? Így van. Kik voltak ott? Hát ez egy, igazából itt a környékbeli országokból azért elég sokan jöttek, hát illetve elindult a magyar élmezőny is, tehát igazából egy országos verseny, még felértékelődve több nemzetközi játékossal. Elsősorban a Bálint korosztályában ezek a németek voltak kiemelkedőek. 3 döntőszettes meccset is sikerült nyernie Bálintnak. Tehát 3 német ellenfele volt, és mindegyiket döntőszettben múlt a felül. És hát a döntőben tényleg egy nagyon-nagyon emocionális mérkőzés volt, és amikor Bálint megnyerte, akkor a többi magyar srác a palánkokat bedöntve berohantak hozzá, és ott ilyen nagy ölelkezés volt, szóval nagyon-nagyon jó dolog volt, jó volt ezt látni, hogy ennyire küzdenek egymásért a srácok. Milyen érzés volt? Nagyon jó volt. Jó volt. Hogy érezted belül egyébként az esélyeket? Tehát, hogy azért itt most mondod, hogy persze jó volt a társaság, meg sikerült nyerni, mint hogy ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, de azért valami tudatosság, meg motiváció kellett, hogy ott jelentkezzem. Igen, igen. Érezted, hogy ez sikerülhet? Igen, éreztem. Döntőben egy kicsit ott 2-0 után, ott, amikor visszajött a német, ott egy kicsit izgultam. De kellett a Gábortól a taktikai támogatás is, vagy a többieknek a szurkolása. Jól kiegészítettek egymást, edző meg tanítvány? Én úgy gondolom, hogy igen. Bálint? Igen. Egyébként majd arról is fogunk beszélgetni, hogy milyen egészen fiatalon kikerülhetnek a tehetségek itt Sopronban, hiszen az edződ is tulajdonképpen így kezdte a pályáját, és most már első osztályban is játszik, de beszélj és mesélj te arról, hogy miért választottad az asztali teniszt, illetve mit tetszett ebben a sportágban meg? Az elején ugye azért is mentem, nem csak azért is már tetszett, de ugye mindenki kb. Ment, és én is úgy gondoltam, megkönnyörögtem anyának, hogy légy szín is hadd menjek. És akkor ugye ott voltak a többiek, meg minden, és ezért így tetszett, meg játszottunk, és jó volt. És elég fiatalon, ugye? Igen. Tehát 6 évesen, ha jól tudom, akkor már elkezdtél pingpongozni. És ugye ezeket a tehetségeket kell, hogy legyen szakember, aki felfedezi. Hogyan lehet észrevenni, és mennyire volt nehéz vagy könnyű észrevenni, hogy Bálint ilyen jó ebben a sportban? Hát igazából Tóth Tibor kollégámmal csinálunk egy ilyen összegző, felkészítő, asztali tenisz előkészítő edzést, ahol különböző koordinációs, illetve labdával való egyszerűbb gyakorlatokat adunk a gyerekeknek feladatként. És igazából ezt figyeljük, hogy ki hogy teljesít, kinek milyen a labdaérzéke, milyenek a koordinációs készségei, illetve a gyorsaságbeli képességei. És ez alapján próbálunk kiválasztani a legügyesebbek közül. Úgy tudom, hogy mind a mai napig ez a taktika történik, tehát már a legfiatalabbakat figyelitek. Így van. A Kőszegi úti óvodával van egy ilyen megállapodásunk, hogy minden év elején, tehát minden ősszel csinálunk egy ilyen összegző edzést, ahol átjönnek az óvisok, és akkor közülük kiválasztjuk a legügyesebbeket, és akkor téltől kezdődően ők elkezdenek folyamatosan edzésekre járni.
És hogy milyen jól történik ez a tehetségfigyelés, azt mondjuk a te példád is mutatja, mert engedd meg, és szerintem nem titok, hogy mondtad itt a stúdióbeszélgetés előtt, hogy valamikor tizen akárhány éve még te ültél itt kis tehetséges asztali teniszezőként, és azóta, ugye most edző vagy a Turiszesénél, illetve az sem titok, hogy ha eláruljuk, hogy az osztály első osztályban szerepelsz, tehát hogy ez ilyen működőképes dolog. Abszolút. Én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten én lehetek a követendő példa, hogy igenis meg lehet élni ebből a sportból is. És hát tényleg el lehet jutni magas szintre, és én bízom benne, hogy az én játékosaim még ennél is magasabb szintre fognak jutni. Bálint, neked mik a terveid az asztali tenisz terén? Én is minimum oda, mint a Gábor, és még annál is tovább szeretnék azért jutni. Mennyit edzesz és mennyit gyakorolsz hetente vagy naponta? Heti ötször, és ilyen körülbelül 2,5 órát. Ez miből áll ez a gyakorlás? Hogy kell elképzelni? Hát először ugye beütünk, aztán van, hogy sok labdázunk, de van, amikor úgy feladatot csinálunk, úgyhogy folyamatosan. És az edzés végén szokott lenni ugye kondi. Tehát itt kondicionálisan, technikailag, jó, meg szerintem azért szellemileg is fel kell készíteni a játékosokat. Kérdezem az edzőt, mert hogy ez a feladat, ugye? Így van, így van. Hát nagyon sok technikai, taktikai dologból áll össze az edzés. Van külön szervaedzése is, olyan is, ahol a fogadásokat gyakoroljuk. Szóval nagyon komplex összességében. Mennyire nehéz az iskolával, meg a tanulmányokkal összeegyeztetni a sportot? Hát végül is... Hétvégén ugye, ugye sokat kell pótolnom, mert sokszor hiányzom, de hétvégén, amit tudok, úgy szépen így megcsinálom. Meg az anya is, meg apa is izébe segítek kicsit. Szép eredmények ezek, gratulálok, és beszélgessünk a Turiszese Sopron idei szezonjáról, meg a többi csapatról is, mert hogy egészen kicsi korban elkezdődik már a úgymond tehetséggondozás, aztán egészen a felnőtt korosztályig mehetünk, mert hogy nagyon sok csapatotok van. Így van, hát jelenleg 5 csapatunk szerepel különböző bajnokságokban. Van férfi NB1-es csapatunk, női NB1-es csapatunk, férfi NB3, illetve 2 megyei bajnokságban szereplő csapatunk. Jelenleg 3 különböző utánpótlás csoportot tudunk nálunk megkülönböztetni. Vannak az egészen kicsik, ugye az óvodás csoportunk, ott 8-an vannak. Van a kezdőcsoport, akik már egy picit nagyobbak, jövő évtől tervben van az ő leigazolásuk és versenyeztetésük, illetve van a versenyző csoport, ahol 11-en vannak, ők pedig jelenleg folyamatosan járják ugye az országot, és mennek az országos versenyekre. És remek lehetőség ez a fiatalok számára, hogy elkezdik az asztali teniszt, és a későbbiekben majd magasabb osztályokban és a felnőtt mezőnyben is versenyezhetnek. Igen, igen, abszolút ez a célunk, hogy minél több utánpótlás korú játékost tudjunk beépíteni a csapatokba. Szintén terve van, hogy jövőre indítunk egy olyan NB3-as csapatot, ami csak utánpótlás korú játékosból áll. Az NB1-es csapatunkban pedig pont ez a nehézség, hogy ott is igyekszünk minél kevesebb külsős játékost bevonni, viszont az egyetemi tanulmányok miatt nagyon-nagyon megneheződik a csapatnak a sorsa és fenntartása. Lesz még egy nagy verseny az idei évben, ha versenyek versenye úgymond, az országos bajnokság hamarosan. Milyen tervekkel, milyen reményekkel készültök? Igen, igen, május 10-én kezdődik az országos bajnokság. Hát bízunk érmekben mindenféleképpen, Bálint és Kincső részéről is. Aztán majd meglátjuk, hogy sikerül. Utána pedig hogyan folytatódik, vagy fejeződik be a szezon? Utána még júniusban edzünk, június végéig, ott június végén lesz egy edzőtábor is, és akkor utána egy hónapot leállunk, és július végén kezdjük újra az edzéseket. Bálint, országos bajnokság, ez is egy nagy feladat. Milyen terveid, milyen céljaid vannak? Elsősorban megnyerni, de minimum dobogon végezni végén. Mire lehet jó, Bálint, egyébként ilyen nagyszerű eredményeket elérve? Mit lehet ilyenkor
látni egy fiatalban, úgy, hogy ő azért maradjon motivált, és hát ilyen fiatalkorban azért ugye lehet, hogy az emberek túlértékelik a dolgokat, és ilyenkor ez is nehéz, hogy jó irányban folytatódjon a fejlődése, ugye? Igen, igen. Hát jelenleg egyébként ő vezeti az országos ranglistát, és akik mögötte vannak, már nagyon-nagyon régóta nem verte meg senki. Szóval ilyen szempontból nagyon nehéz most a Bálintnak a helyzete, mert mindenki arra megy, hogy valaki verje már meg, tehát fokozott erővel küzdenek jelenleg a Bálint ellen, de én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül ezt tudja abszolválni a Bálint, és akár fölállhat a dobogó legfelső fokára ezen a versenyen. Na hát nagyon-nagyon drukkolunk egyébként, meg gratulálok tényleg az eddigi sikerekhez, és tényleg azt kívánom, hogy ugyanígy fejlődjön tovább a pályád és a karriered, illetve további sikereket kívánok a Turiszese Sopran-asztali teniszszakosztály többi csapatának, versenyzőjének is. Köszönöm szépen Böhm Gábor edzőnek, illetve Gilic Bálint játékosnak, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük szépen. Csütörtök este az SKC az NKA Universitas Pécs csapatával mérkőzött meg. A találkozón végig a pécsiek vezettek, és a félidőben már 20 pontos különbség alakult ki a felek között. A nagy szünetet követően sem történt változás, az SKC pontatlan játéka és gyenge védekezése miatt a pécsiek tovább növelték előnyüket, és magabiztosan 87-59-re nyerték a találkozót. Az SKC következő találkozóját szintén a Pécs ellen május 1-én szerdán játssza, a párharc az egyik fél második sikeréig tart. Ennyi fért a Hajrá Sopron mai adásában, műsorunkat újra megnézhetik online felületeinken, remélem jól szórakoztak, ne feledjék, továbbra is Hajrá Sopron, minden jót kívánok, viszontlátásra!